12 csapattal indult, az elmúlt két évben pedig már az ország legnagyobb strandfoci rendezvénye volt a sóstói nyári torna. A szervezőknek limitálniuk kellett az indulók számát, így ezúttal is 40 férfi és 4 női együttes vághat neki a 4 napos 200 ezer forint összdíjazású tornának. A résztvevők 4 megye 17 településéről érkeznek, majd a csütörtök reggel 9 órakor kezdődő és a tervek szerint vasárnap 19 óra környékén végződő rendezvényre, amelyen minden bizonnyal ezúttal is rengeteg látványos megoldást láthatnak majd az érdeklődők. Akik szeretik a focit és a látványos focit, azoknak igazán érdemes ide kilátogatni, hiszen a strandfoci arról híres, hogy a játékosok és a labda a mérkőzések folyamán a 80%-át a levegőbe töltik, hiszen óriási ollózások vannak, hatalmas védések, nagy becsúszások a homokba, és hát azért teljesen mások a szabályok, és itt már ez a környezet, akik ebben a tornára már beneveztek, ezek megtanulták ezeket a szabályokat, hiszen sok olyan csapat is jön, akik nagy országos tornákon szerepelnek, hiszen Magyarország legnagyobb strandfoci fesztiválja, mivel hogy 4 napos és a létszámba is megvan. Ezért érdemes kilátogatni, a tavalyi évben is közel 5000 ember nézte meg a 4 napon keresztül a strandfoci fesztivált, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Az elmúlt években kiderült, hogy sportértéke mellett jelentős turisztikai vonzereje is van a tornának. Ez a pálya, ez egy bő fél méter tiszta homok, ami végig van rotálva, ilyenkor már készítettük a pályát több napja. Tehát itt azért ezt a 10-12 percet végig harcolni a rabdáját, ez egy csodálatos dolog. Turisztikai értéke nyilvánvalóan van, hiszen nagyon sokan szeretik a focit Magyarországon. Maga a csapatok is, hát eleve ugye több fős csapatokról van szó, ezeknek a barátai, családtagok, gyermekek itt vannak. Ugye van olyan csapat, aki már múlt hét szombaton idejött, és majd csak jövő héten, hétfőn fognak elmenni. Hát nyilvánvalóan az itteni turisztikai szolgáltatásokat veszik időigénybe az itt tartózkodásuk alatt. Úgyhogy én azt gondolom, az a cél, amit mi kitűztünk 7 évvel ezelőtt, hogy legyen egy nagy rendezvény, egy sportra, egy szerethető, látványos sportra épülő rendezvény, amelynek turisztikai értéke is van, ez teljesült. Csütörtök délelőtt a 4 női csapat mérkőzéseivel indul a strandfoci fesztivál, majd következnek a férfiak meccsei. A szervezők a dobogós csapatok mellett a legjobb kapust, a legjobb játékos és a gólkirályt is díjazzák majd a tornán.